magas vérnyomást és alvászavart okoz. Már nyártól betilthatják a kiskorúak energiaital fogyasztását. Évad bemutató, Jókai Mikszát és Shakespeare is szerepel a Békés Csabai Jókai Színház új műsorán. Minden hangszert harsonára cseréltek, templomban zenélt a Szetrem Fór. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A beszámolóké lesz a főszerep csütörtökön a Békés Csabai képviselőtestület soron következő ülésén. A grémium a helyi rendőrkapitányság és tűzoltó parancsnokság 2023-as beszámolójával kezdi, majd település részi önkormányzatok, bizottságok tagjainak, valamint egy új tanácsnok megválasztásával folytatja a munkát. Szó lesz új gyalogátkelőhelyek létesítéséről, vállalkozásokat támogató csomagokról, valamint a busz közlekedésről is. A csütörtökön délelőtt 9 órától kezdődő ülést a 7.tv élőben közvetíti, még a behír.hu-n folyamatosan frissülő írásos tudósítás segítségével számol be a legfontosabb fejleményekről. Idén május 21-én lesz a személy jövedelemadó bevallás benyújtásának, illetve az adó megfizetésének határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5 millió adózó bevallási tervezetét készítette el, amelyet a NAV SZJA oldalán vagy ügyfélportálján lehet megtekinteni ügyfélkapus bejelentkezéssel. Az ügyfélkapuval rendelkezők már március 15-e óta láthatják az elkészült tervezetet. Aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, az bármelyik NAV ügyfélszolgálaton, illetve a kormányablakokban tud regisztrálni. Emellett az adó 1+1%-áról is ezen a felületen lehet nyilatkozni. Az adóm 1%-áról minden évben szoktam rendelkezni, az 1+1-ről. A Nemzeti Tehetségprogram az egyik központi program, amire mindenképpen felszoktuk ajánlani a férjem is az 1%-unkat, mert a gyermekeink hosszú éveken keresztül sportoltak, és pályázati forrásból nyilván ők kaptak is ebből vissza. Napjainkban sokan döntenek úgy, hogy webes kitöltő program segítségével nyújtják be az adóbevallást. Én interneten szoktam kitölteni az adóbevallást, mert ugye a legegyszerűbb. Fölajánlani pedig az egyik részét egyházaknak szoktam, a másik részét pedig civil szervezeteknek. Mindig átnézem előtte az aktuális listát, és akkor döntöm el, amikor kitöltöm az adóbevallást. A NAV Békés Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának sajtóreferense elmondta, hogy a tervezetet érdemes alaposan átnézni és összehasonlítani a munkáltatói adatokkal. Aki őstermelő, egyéni vállalkozó vagy áfa fizetésre kötelezett magánszemély, az ő tervezetükből nem lesz automatikusan bevallás május 21-ével, tehát nekik mindenképpen át kell nézni és jóvá kell hagyni ezt a tervezetet. Illetve ha valaki olyan jövedelemmel rendelkezik, amelyről az adóhivatalnak nincsen tudomása, tehát nem csak kifizetőtől, munkáltatótól származott jövedelme, hanem például volt neki ingatlan bérbeadásból vagy ingatlan értékesítésből, akkor ezt neki kell ugye külön feltüntetni a tervezetben. A sajtóreferens hozzátette, sokaknak az elfogadáson kívül nincsen teendőjük az adóbevallás tervezettel, ugyanakkor kiemelte, hogy az ügyfelek segítséget kérhetnek a 1819-es központi telefonszámon, illetve bármelyik ügyfélfogadó irodában. Már nyártól betilthatják Magyarországon a kiskorúak energiaital fogyasztását. Az erről szóló törvénytervezet már a parlament előtt van. A korlátozással a fiatalok egy része is egyetért, az orvosok pedig az üdítő káros hatásaira hívják fel a figyelmet. Az általunk megkérdezett fiatalok közül többen isznak energiaitalt. Van, aki az iskolában is rendszeresen fogyasztja, és a mellékhatásoktól sem fél. Nagyon fáradt szoktam lenni, ezért, mert erősebb a kávénál, meg finomabb is, meg lehet kortyolgatni. Akad olyan is, aki bár fogyasztja, tudja, hogy káros lehet, és jó ötletnek tartja a szigorítást. Engem már annyira nem érint, mert ugye mindjárt 18 leszek, de egyébként szerintem ez egy pozitív dolog, mert szerintem hihetetlenül káros egyébként, annak ellenére, hogy fogyasztom, de tudom, hogy káros. És mondjuk látod, hogy a 18 egy kicsit magas szerintem, egy 16 az elég lenne, de szerintem ez pozitív változás lenne.
Az orvosok arra hívják fel a figyelmet, hogy az energiaitalok túlzott fogyasztása már fiatal és serdülőkorban káros lehet, főleg a szív- és érrendszerre gyakorolt hatásuk miatt veszélyesek. Ezek az energiaitalok független attól, hogy milyen cég gyártja őket és hogy hívják, tartalmukban nagyon hasonló tartalommal rendelkeznek, olyan alkaloidok, olyan anyagok vannak benne, legfőképpen a koffein, teofilin, amelyek magas vérnyomást és szapora szívműködést okoznak. Ezeknek van hirtelen hatása, tehát amikor megisszák a fiatalok, vagy a kevésbé fiatalok, akkor gyorsan emeli a vérnyomást, gyorsan okoz szapora szívműködést. A nefrológus főorvos hozzátette, már a fiatalok között is egyre több a magas vérnyomással küzdő beteg, az energiaitalok fogyasztása pedig emellett ingerlékenységet és alvászavarokat okoz. Hosszú távon rontja a koncentráló képességet, erős vízhajtó hatása miatt pedig jelentős folyadékveszteséget eredményezhet. Május 9-e és 12-e között Gyula ad otthont a 24. Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúrának. A programban a szakmai előadások, ügyességi versenyek, bemutatók mellett kulturális, sport és gasztronómiai események is helyet kaptak. Dudaszeg József a 24. Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúra Szervezőbizottságának elnöke felidézte, hogy a rendezvény 1975-ben egy tűzoltó baráti találkozóként indult, később szakmai rendezvényé, majd családi programmá alakult. A látogatóknak tulajdonképpen egy turisztikai program, és a világon ez az egyetlen tűzoltó rendezvény, ahol nem csak a tűzoltók gyűlnek össze szakmailag, hanem magukkal vihetik a feleségeiket és a gyerekeket, és ebbe ez az érdekes dolog, hogy a család együtt lehet, mi alatt tulajdonképpen a szakmáznak is, netán eszmét cserélnek a tűzoltó szakmáról, és hát kikapcsolódnak, mert úgy gondolom, hogy Gyula nagyon szép város. A program megszervezését a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Is támogatja. A szervezőknek segítünk abban, hogy német nyelvű kiadványokat készítünk a fesztiválra érkező vendégek számára, valamint egyéb más promóciós, információs anyagokkal is segítjük őket, valamint a Turinform iroda munkatársai segítenek a tájékoztatás nyújtásban, az információ szolgáltatásban, majd a rendezvény alkalmával. Gyula polgármestere elismerve a szervezők munkáját kiemelte, nagy megtiszteltetés a város számára, hogy harmadjára is itt tartják ezt a nemzetközi eseményt. Azért is nagy dolog ez, mert számos esetben tapasztaljuk, hogy főváros térségéből vagy Dunántúlról hozzánk érkező vendégek őszintén meglepődnek azon, hogy itt a keleti határ mellett található Gyula városában milyen gondozott és igényes városképet látnak, milyen fejlett ez a város, milyen tiszták a közterületek, milyen zöld a környezet. A rendezvényre eddig Szlovéniából, Svédországból, Ausztriából, Németországból, Dániából és Lengyelországból is regisztráltak. Idén a szokatlanul meleg időjárásnak köszönhetően korábban kezdtek el virágozni egyes fafélék, így a pollen és allergia szezon is hamarabb beköszöntött. A kellemetlen tünetektől egyre többen szenvednek, de azt kevesen tudják, hogy azok mérséklésére akár már tartós orvosi megoldások is léteznek. Kovács Andrea tudósítása következik. Orfolyás, szemviszketés, tüsszögés, garatviszketés csak néhány azok közül a tünetek közül, amelyek az elmúlt hetekben megkeserítik az allergiások életét. Hogy pontosan mik okozzák ezeket a tüneteket, azt már dr. Stancsik Zsuzsanna, a Békés Vármegyei Központi Kórház tüdőgyógyász allergológusa mondja el nekünk. Jó napot kívánok! Napot kívánok! A legfontosabb pollenek ebben az időszakban a korán virágzó fáknak a pollenjei, tehát a mogyoró szezonon már túl vagyunk, a kőr is, a nyírfa, a nyárfa, a fűzfa, az éger és a platán, ezeknek a pollenjei okozzák jelenleg a tüneteket. Mitől okoznak ezek tüneteket? Miért jelentek már meg hamarabb? Azért jelentek meg hamarabb, mert megváltozott a klíma, tehát sokkal hamarabb jött, vagy köszöntött be ez a meleg időszak, és ez kedvez a polleneknek, és rontja a helyzetet a nagy szél. A szél viszi a polleneket.
Mit tud tenni az, aki észleli magán ezeket a tüneteket, hova fordulhat segítségért? A szakemberekhez érdemes fordulni, tehát a tévében reklámozzák a nagyon csodálatos orspréket, ezeket azonban csak egy hétig szabad használni, tehát érdemes szakemberhez fordulni, a tüdőgondozók vállalják ezeket a kivizsgálásokat, fülorgége szakrendelések és az aszmaambulanciák. Tehát szükséges megcsinálni az allergiatesztet, és tudunk olyan gyógyszereket felírni, amik hatékonyan szüntetik a betegek panaszait, de érdemes erre korábban felkészülni, gondolni, tehát a pollenszezon, várható pollenszezon előtt, egy-két héttel elő már érdemes ezeket használni. Milyen tartós megoldás létezhet az allergiások számára? Tartós megoldást jelenthet az immunterápia, tehát érdemes kivizsgálni, tehát vérvétellel tudjuk megmondani, hogy a betegnek a vérében van a pollenekkel szemben ellenanyag emelkedés, tehát IgE emelkedés, és ez alapján meg tudjuk mondani speciális IgE vizsgálattal, hogy melyik az a pollen, ami felelős a panaszokért, tehát 2-3 allergénnel szemben lehet a beteget immunkezelésben részesíteni. Ez korábban injekciós megoldás volt, a betegeknek gyakran kellett menni az orvoshoz, de most már léteznek ilyen nyelv alatti tabletták és oldatok, cseppek, amik segítenek. Mi történik azzal, aki mondjuk itt a gyulai aszmaambulanciát felkeresi? Akkor megvizsgáljuk, kikérdezzük, tehát nagyon fontos a betegnek az anamnézise, mert a sok mindent eldönt, tehát a bőrpróbától, meg a vérvételtől függetlenül is azért nagyon pontosan meg tudjuk mondani, hogyha bizonyos szezonban jelentkeznek csak a panaszok, hogy akkor melyik pollen lehet a felelős. Tehát a betegnek, ha szezon van, akkor már is felírjuk a gyógyszereket, és a bőrpróbát pedig érdemes a pollen szezon után elvégezni. Dr. Stancsik Zsuzsannának nagyon szépen köszönjük. Az allergiások tüneteit tehát megelőzni nem lehet, viszont érdemes szakemberekhez fordulni, aszmaambulanciára, tüdőgyógyászati vagy fülorgégészeti szakrendelésre. Kultúrával folytatjuk. A Békéscsabai Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium 32. alkalommal rendezi meg a Jókai Napokat. A háromnapos eseményt kedden Szarvas Péter polgármester, míg a programsorozathoz kapcsolódó Bácsfalvi Zoltán kiállítást Herceg Tamás országgyűlési képviselő nyitotta meg. A kollégium neve mindenki számára a Békéscsaba és a környékén jár, és azt mondja, hogy Jókai Kollégium, akkor erre az épületre gondol. Bár már 9 éve a kollégiumnak nem ez a neve. Így köszöntötte a megjelenteket a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója kedden délután. Mucsi Balázs kiemelte, büszke arra, hogy a Jókai Kollégium az egyik legnagyobb a városban, hiszen több mint 300 diáknak biztosít helyet. Ezt követően Békéscsaba polgármestere nyitotta meg a nagymúltra visszatekintő rendezvényt. Mint mondta, személyes kötődése is van az intézményhez. A vízműtől nem messze nevelkedtem az Aulik utcában, és ez a közelség meghatározta azt, hogy főleg a nyári szünetben nagyon sokat jöttünk a barátaimmal futballozni a vízmű aszfaltpályájára, és édesapám is ide járt középiskolásként a vízmű falai közé, úgyhogy mindig érzékeny kérdés nekem, ha ide jövök a Jókai Napok megnyitójára. A 32. Jókai Napokat, mint minden évben, a keddi napon nyitották meg, ezt pedig számos esemény követi ezen a héten. Ez egy háromnapos rendezvény, hagyományos, mivel ugye már 32-ként az idei évben kerül megrendezésre. Minden évben egy megnyitóval indul, közben már a Békéscsaba kollégiumi közti foci csapatok mérik össze erejüket, aminek körülbelül olyan 7 órakor lesz majd eredménye. Az idei rendezvény részeként Bácsfalvi Zoltán festő tárlatát láthatja a diákság. A kiállítást a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg. A Jókai Napok rendre egy kiállítás megnyitót is tartalmaz, aztán itt néhány hétig a diákok megnézhetik azokat a képeket, amik a falakra kerülnek. Bácsfalvi Zoltánnak nem az első kiállítása van itt a Jókai Napok keretei között. Ez az anyag, amit ő elhozott most, ez viszont döntően új képekből áll. 4 olyan kép van, ami nem az Adria környékét, vagy a tengerpartok tájait eleveníti meg.
A megnyitót követően megkoszorúzták az épület előtt található Jókai Mór szobrot. Meghirdette 2024-2025-ös évadát a Békéscsabai Jókai Színház szerdán. A teátrum a műsor összeállításánál ezúttal is magyar szerzők műveit részesítette előnybe, de az aktuális évadhoz hasonlóan lesz egy Shakespeare bemutató is. Többek között a Legény búcsút és a Munkácsi a festő fejedelem című sikerdarabokat is újra láthatja a Békéscsabai Jókai Színház közönsége a következő évadban, amelynek programját szerdán mutatta be a teátrum igazgatója. Seregi Zoltán kiemelte, a koncepciót illetően minimális változásokat eszközöltek, így újra ismert magyar szerzők műveit és egy Shakespeare darabot állítanak színpadra. Megjegyezte, az új évaddal a színház egyik nem titkolt célkitűzése, hogy az ifjúságot a felnőtt darabokra is becsábítsák. A felnőtt bérlet előadásai olyan, tehát Jókai, Mikszát, Shakespeare, mind-mind az iskolai tananyag részei. A Kamaraszínházban Szabó Magda, aki kortárs szerzőnek számít, hiába nincs már közöttünk. Tehát Telsánszky Józsi Jenő, tehát olyan magyar szerzők, akiket illik, úgy gondolom, ismerni. Seregi Zoltán arról is beszélt, hogy a bérleteket április 29-től május 17-ig lehet megújítani. Nagyon bízunk benne, hogy nem vesztünk bérleteseket, hogy tetszik nekik a következő évad is, és újra megváltják a bérletüket, és május 17-től, vagy 21-től pedig új bérletvásárlókat várunk. Ebben is nagyon bízunk, hogy növekedni fog a bérletvásárlók száma. Az igazgató hozzátette, a Covid óta visszaesett a bérletesek száma, ami ugyan lassan növekszik, de még nem érte el a járvány előtti szintet. Éppen ezért igyekeztek olyan népszerű műveket és szerzőket szerepeltetni az új évadban, melyek vonzzák majd a közönséget. A Szeged Trombon Ensemble 4 tagja várta az érdeklődőket az evangélikus kis templomban kedd délután. A részfúvósok a zenetörténet szinte minden időszakából felidézték koncertjükben, az organomű átdolgozásoktól a filmzenékig. Az innovatív jellegű harson a kvartett ritka jelenség, hiszen a harsona leginkább zenekarok részeként jelenik meg, most viszont egy egyhangszeres együttest hallhattak a kultúra kedvelői. Mindenféle zenét játszunk, és ugye a harsona az egy viszonylag egy új hangszer, tehát régen ugye a fúvószenekarokból lehetett ismert, aztán a szimfonikus zenekarokban már alkalmazták a zeneszerzők, de mindig ott ültek valahol hátul, és mi vagyunk azok, akik megmutatjuk, hogy a harsona attól is sok oldalú, hogy mindenféle zenét át lehet ültetni, tehát szimfonikus zenekari mű meg tud szólalni négy harsonán, orgonamű is meg tud szólalni négy harsonán, kórusmű is meg tud szólalni négy harsonán. A harsonákat Stranyák Dávid, Cirok Zoltán, Gyivicsán György, valamint Tóth Márk szólaltatta meg. Utóbbi a hangszer felépítését is bemutatta. Az, hogyha ebben csinálunk ugyanezt a mozdulatot, akkor ez így hangzik. Majd ezt az adaptert, a fúvókát beleteszem a hangszerbe, és lényegében az ajkaim rezgését ezen az adapteren keresztül ez a töltsérez felerősít. Az esemény szervezője elmondta, hogy az együttes egy művészeti kohézió, amely a harsona előadó művészet maximális virtuózitását tűzte zászlajára. Kalmár Zoltán az egyház és a fúvósok kapcsolatára hívta fel a figyelmet. Alapvetően a részfúvós hangszerek a régi liturgiában is részt vettek a hitéletben, a templomi életben, ez egyháztól, illetve egyháztól függetlenül. Jelen esetben az együttállás úgy áll, hogy az evangélikus egyházközség rendszeresen támogatja a Békés Csabán működő harsonatanszakot, a harsonatáborunkat. A koncertet Gyivicsán György harsona professzor rövid történetekkel is színesítette. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon.
Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!